sportosat. Híradónk vendégei Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, valamint magát Krisztina EB bronzérmes súlyemelőnk. Szervusztok! VB 8. helyzet is vagy most már, ugye? Igen. Ez egy friss eredmény. Mivel ez egy friss eredmény, ezért gyorsan rá is kérdezek, hogy elégedett vagy a 8. helyjel? A helyezéssel igen, mindenféleképpen elégedett vagyok. Én magamtól egy kicsit többet vártam, hogy jobb eredményt érek el, de szerencsére így is a 8. helyezés sikerült, ez volt a cél, és ennek nagyon örülök. Ez eredményben vártál magadtól kicsit többet, vagy súlyban? Súlyban. Hol maradtál el magadtól? Hát én úgy érzem, hogy mind a kettőben, de főleg a szakításnál voltam csalódott, mert úgy éreztem, hogy ott előtte az országos bajnokságon kiszakítottam a 105 kilót is, hogy ott a 100 kilón maradtam a kezdőfogáson, ez számomra csalódás volt. Lökésben ismét előjött a helyből technika sajnos. Ez egy nagyon jó 128-as helyből felvétel, tehát azt mutatta, hogy erőben nagyon jó állapotban vagyok, mivel ez még nem sikerült előtte korábban, viszont a 133 miatt csalódott vagyok, mert ott beszédültem, és nem sikerült kilökni, és azzal meg lett volna a 7. hely is. Miért szédültél be, lehet tudni? A felvételnél betört egy kicsit a hátam, és emiatt a súlyzó rossz helyre került a nyakamon, és már nem bírtam kiemelni, úgymond, hogy kapjak rendesen levegőt, és ezért úgymond a kilökésnél már éreztem, hogy szédülök, és ezért nem tudtam azt az energiát beletenni, hogy ki tudjam rendesen lökni a súlyt. Ez milyen jó, hogy ezt szépen elmondtam, már csak azért is, mert ugye az átlagember ezt tudja képzelni, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni egy súlyfelvételnél, egy súlykilökésénél. Ami ugye úgy hirtem, hogy képileg nem jön le, mert az ember ül, és nézi, ugye azt látja, hogy csak ennyi. De közben egymillió dologra kell odafigyelni, ez nem egyszerű. Ez így van. Nagyon bonyolult úgymond a súlyemelés technikája. Még szakításban főleg ez dominál, lökésben inkább az erő, de mind a kettőnél azért oda kell figyelni. És én is tudom, hogyha ezeket a technikai hibákat még jobban ki tudom javítani, tudok a technikámon csiszolni, akkor egy sokkal jobb eredményre is képes lennék. Elnök úr, elégedett vagy a 8. helye? Teljesen. Én annak idején, amikor ők elindultak és mentek a világbajnokságra, ugye hát egy kis... Nagy Péter volt a így van, egy kis csapattal vettünk részt, de én bíztam benne, hogy pontszerzőként jönnek vissza, és ez volt a fő követelmény, hogy legalább az egyik versenyző pontszerző legyen, tehát azt jelenti, hogy mondjuk úgy az első 8 között, de hát én inkább úgy gondoltam, hogy a 6 és a 8 között, aminek reális esélye van, hát a 8. az bejött, nagyon nagy fegyvertény. Ha már itt tartunk, röviden, Nagy Péter 10. helye? Az nagyon szép, tehát ő hosszú évek óta őrzi a helyét a világ 10 legjobb súlyemelője között. Tehát amikor versenyek vannak, ő mindig ott van a 9., 8., 11. helyen, mindig ott a 10 környék, vagy a olimpián is ott volt. Tehát ez nekünk, ez óriási jó, tehát hogy a Peti ilyen jó. De ő ennél meg is áll, vagy mehet még lejjebb is, tehát 7., 8. helyre. Hát az azt jelenti, hogy fölfelé megy. Így van, csak én most, igen, ilyen szempontból. Most is megvolt neki minden esélye, hogy a 6-ba bekerüljön, csak hát amit a Kriszti szakmailag nagyon jól elmondott, ugye én nem tudom olyan pontosan jól elmondani, a Péter ezt szintén nem tudta úgy megvalósítani, század másodpercek alatt kell dönteni sok mindenbe, és a Petinek se jött ki a lépés, pedig rettenetes jó erőbe volt, ezt mutatták a mérések, mert most már el lehet mondani, hogy a legkorszerűbb mérőműszerekkel a testnevelési egyetemnek a tanárai mérik őket. A Péter úgy aludt, hogy 5 számítógép volt rákötve meg. És aludt akkor még ezek után? Éjszaka. Jó, de még tudott aludni? Hogyne, persze. És volt egy elemzés, amit szintén a testnevelési egyetemnek a szakemberei készítettek, és az azt mutatta, hogy a Péterbe a tókiói olimpiáig nagyon komoly növekedési potenciál van, tehát ő abba a kategóriába tartozik, aki nem rekedt meg a fejlődésben, ő fejlődhet. Volt egy másik versenyző, annak most nem mondanám a nevét, őt is, az egy hölgy volt,
őt is úgymond kielemezték a szakemberek, és azt állapították meg, hogy ő neki viszont nincs esélye tovább fejlődni az eddigiek alapján. Talán a fiatalságával kompenzálhat valamit, de ahogy ők ezt lemodellezték, nincs lehetőség. Krisztina, ahogy a Péter ott van mindig a világ, ugye, 10 legjobb súlyemelője, te hová teszed magad, hová tudod magad tenni, hol lennél? Én úgy érzem, hogy Európában mindenféleképpen ott vagyok, ugye az ukránok, oroszok mögött, tehát ott egy elég vegyes mezőny van, ami már, ami között nagy harc folyik, angolok, lengyelek, közöttünk dől el, úgymond a utánuk, hogy ki lesz a legjobb. Én úgy érzem, hogy még sokkal többet ki tudnék magamból hozni, tehát én a középmezőnyben egy világversenyre is oda tudnék érni, tehát ez a 8. hely, ez nagyon jó volt. És még szeretnék, és feljebb is. De ennél még jobb is lehetsz. Én úgy érzem, hogy igen. Most az adott körülményekhez képest, ami a felkészülésem folyamán van, ugye a munka melletti edzések, igen. És hogy így kisakkozni, hogy tudjak a legjobb formába kerülni. Ezt, hogyha sikerül a későbbiekben is még jobban kitapasztalni, még jobban rendezni a dolgokat, akkor esetleg én úgy érzem, hogy ott lehetek az élvonal közelében. Mi kell ahhoz, hogy elköszönjél az óvodától, és csak éjjel-nappal a súlyemelésnek éljél? Hát ezt próbálom úgy szervezni az életemet, most... Tehát az óvodától nem akarsz elszakadni? Hogy óvónőként dolgozol? Ez még egy nehéz kérdés. Tehát, hogy ezt még most mérlegelnem kell nekem is, hogy van-e rá lehetőségem, esélyem. Ugye én még csak most kerültem vissza ebbe a súlyemelő életbe. Tehát igazából idén tavaly adtam be, hogy szeretnék visszatérni, és idén kerültem vissza a válogatottba, és mint súlyemelő. Tehát ez az első év, ez tapasztalás volt. Körbenézni, hogy mik a lehetőségeim, merre tudok tovább menni, és én mindenféleképpen szeretném megpróbálni az olimpiát. Tehát ami a pályafutásomból még kimaradt, az az olimpia. Tehát, hogy ezért én hajlandó vagyok áldozatokat hozni, és teljes mértékben oda tenni magam, hogy sikerüljön ezt a célt elérni. És mit mondja erre az elnök? Én azt tudom ezzel kapcsolatosan mondani, hogy a Krisztinek teljes mértékben igaza van. Itt nem is a súlyemelő szövetségnek kell ezzel kapcsolatosan lépni, hanem a sportállamtitkárságnak kell megoldani azt, hogy a Péternek és a Krisztinek ne legyen semmi gondja, és ne munka mellett kelljen súlyt emelni, mert nekem az a magánvéleményem, de biztos, hogy benne a szakemberek is ezt megerősítik, hogy munka mellett, nemzetközi szinten, főleg ilyen magas szinten, az teljesen kizárt dolog, hogy azt lehessen teljesíteni, és én meg vagyok győződve, hogy a Kriszti is, hogyha csak erre tud koncentrálni. És a Péternél is ez a probléma, hogy ő neki is ugye még nagyon sok mindent meg kell oldani, mert nincsenek olyan szinten támogatva, hogy előre tudjanak lépni, és hogyha az úgymond ügyintézéseik, meg a támogatók megszerzése, kisebb szponzorok, itt néhány tízezer forint, nagyon kis pénzekről beszélünk, azok után is menni kell neki, hogy meg tudjon élni, akkor ott probléma van, mert a súlyemelés az egy kalóriaigényes sportág, és régen is volt kalóriapénz, ugye azt úgy hívták, most ösztöndíjnak hívják, hát annak kell megfelelő nagyságúnak lenni. Akkor mit tudsz tenni ebben a helyzetben? Vársz? Egyelőre igen, tehát most mindig a következő lépésre koncentrálok. Az most mi lesz akkor? Az Európa-bajnokság március végén, tehát ott szeretném kihozni magamból a lehető legjobbat. Úgy érzem, hogy most egy kis pihenés után, az egy hét maximum, utána elkezdjük az alapozást. Már az edzőmmel beszéltük, hogy egy kicsit változtatni fog a módszereken, mármint olyan mértékben, hogy picit a gyorsításra, a technikai dolgokra is oda fogunk figyelni. Beszéltem Haragos Attilával, ő sokszor segíti a válogatott munkáját is, és ő közel van
hozzám a klubomhoz, és ki tudna jönni nekem ott is segíteni néha a technikai munkát elvégezni, a figyelmet, mert az edzőm ő külföldi. Mm. Tehát ő nem tud mindig itt lenni velem, ő az egyiptomi válogatottnak a másodedzője, és ő írja az edzésterveket, de a kivitelezést nem tudja felügyelettel, tehát nem tudja nem látja. És tehát erre próbálunk odafigyelni, mert most is az jött le a VB-ről tapasztalatként, hogy nagyon jó formában voltam, nagyon jó erőállapotban voltam, viszont nagyon be voltam lassulva. A technikai pontatlanságok okozták ezt a lassúságot, és hogy erre oda kell jobban figyelni, és akár 10-10 kilót is rá tudnék tenni arra az eredményre. Így van. Akkor most azt jelenti, hogy a felnőtt súlyemelő válogatottnak Nagy Péter és magát Krisztina két oszlopos tagja? Így van, és most egy azon érdekes dolog van, hogy idáig mindig a Nagy Péterről beszéltünk, mint legjobb magyar súlyemelő, de hogyha most visszatekintünk 2017-re, akkor a magyar súlyemelők között a legjobb súlyemelő a Kriszti. Mert a Kriszti érte el 2017-ben a legnagyobb eredményeket, és úgy mond, hát ez persze, ez csak viccesen hangzik, hogy a Péter egy kicsit lemaradt mögötte. És mi a helyzet többi lányjal? Mennyire tudsz mögéjük tenni majd csapatot? Jön az EB. Szerintem meg fog ez oldódni, mert úgy néz ki, hogy egyéni kvalifikációs rendszer van. Tehát felnőtt csapatba nem nagyon tudunk azért jó csapatot kiállítani. Tehát nem tudjuk megtartani a versenyzőket pont az ösztöndíj hiánya miatt, ugye, mivel kalóriaigényes sportág, ez sokba kerül, nem tudnak ott maradni a versenyzők, tehát hiányzik nekik az ösztöndíj. Én meg vagyok győződve különben, hogy ezt meg fogja oldani a sportállamtitkárság, mert nagyon jó a kapcsolatunk, tehát nincs okunk a panaszra. Edzőkét már megoldották, most már a versenyzők fognak következni, de visszatérve a súlyemelőkre, viszont fiatalok, fantasztikus, ügyes kislányok vannak. Tehát ugye megvan már, úgy néz ki a kvalifikációnk az ifjúsági olimpiára, és most majd, ahogy lesz az ifjúsági Európa-bajnokság, éppen most nézegettem, olyan ügyes lányok vannak, és olyan jó teljesítményekre képesek. Most volt egy kislány, az Árva Szintia például, hétvégén volt egy verseny Tégláson, 4 új országos csúcsot állított föl, ami nemzetközi szinten is jelentős. Mm. És van több ilyen kislány is, úgyhogy ők nagyon jók. A fiúknál ugye, hogy őrájuk is áttérjek, és ne hagyjuk ki, ugye, hát Európa bajnokunk van, aki ott kezdte a versenyzést, ahol a többiek ott abba hagyták. Mm. Hát ilyen nem tudom hány éve nem volt Magyarországon. Ők is nagyon készülnek. Ugye van nagyon jó támogatónk, van az MKB Bank, aki most ösztöndíjrendszert szeretne, de hát ők inkább az utánpótlást akarják támogatni. Tehát a felnőtteknél ez sajnos nem működik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon nagyok a lehetősége. Főleg egy visszatérőnek. Aki emelt, aztán nem emelt, aztán most újra itt van. Nehéz így egy kicsit. Így úgyhogy többet kell neked most produkálnod. Így van, de ugye valamilyen szinten azt mondom, hogy kellett is ez a kis pihenő, mert nagyon nagy lendületet adott, tehát le kellett tennem egy kicsit a dolgokat ahhoz, hogy újra felvehessem, és nyugodt szívvel és teljes erőbedobással vissza tudjak térni. Ez az Európa-bajnokságon sikerült is, tehát hogy az egy hatalmas löketet, és energiát adott nekem ahhoz, hogy igen, még van helyem itt a sportban, még el tudom érni, érdemes azért dolgozni, hogy elérhessem azt a célt, amit kitűztem magam elé, és ez mindenféleképpen... Ez az olimpia, hogy olimpiát akarsz lenni. Így van. Akkor van egy olimpia, indulunk? Tokióban a nőknél? Hát én bízok benne, és hát azért a juniorok között is azért vannak ott lányok, akik addig még 3 év alatt nagyon beleerősödhetnek a sportágba, hát hiszen arra kell gondolni, hogy hát a Gyűrűs Barbara 6. lett az Európa-bajnokságon juniorban, ő is ólomsúlyú versenyző, hát az is egy óriási nagy teljesítmény. Tehát van több versenyzőnk, csak én mindig ugye azon aggódok, hogy fogjuk őket megtartani, amikor elérik, hogy a 18-20 éves, minden hogy mi lesz velük. Igen. Viszont önnála már ez
Vagy nálad is aggódni kell, hogy hogyan tart meg téged a magyar súlyemelés? Miattam nem kell aggódni, mert tehát nekem a súlyemelés az életem, úgyhogy én amióta elkezdtem, én szívvel, lélekkel csinálom és benne vagyok. Sokszor ugye az anyagiakat inkább leteszem, és nem... Nem számolgatod, szerencsére ezt megtehetem, mert a szüleim, a családom nagyon sokban támogatott korábban is, tehát nekem az ugye a 18 éves kor, 20 éves kor, amikor ugye általában abba hagyják a súlyemelést, szerencsére nekem nem kellett. Tehát, hogy nekem volt egy olyan támogató rendszer hátulról a család révén, hogy én tudtam folytatni. És a mai napig is számíthatok a segítségükre, és támogatnak. Édesapám a másik edzőm, úgyhogy ő is azért szereti a súlyemelést, és megérti ezt az érzést. Hogy én ezt szeretem csinálni, szeretném, céljaim vannak, álmaim vannak. Azért mondtam, hogy... akkor végül is itt van egy fix női indulód. Igen, igen, ez teljes mértékben így van. Egyébként ez a nyolcik hely mit jelentene, ha most lenne az olimpia közelsége? Ez az eredmény, ez a súly eredmény, ez nehéz lenne ezzel az eredmények kiütni az olimpiára? Hát ezt azért nem látjuk most így előre, mivel most van kialakulóban ez az új kvalifikációs rendszer, amit szeretnének véghez vinni, és ez valószínűleg az utolsó pillanatokban fog eldőlni, mivel ugye egyéni kvalifikáció lesz, tehát amit így nagy távlatokban így elmondtak nekünk, az információkat hallottunk, az arról szólna, hogy ugye ez egyéni kvalifikáció, 6 világversenyen kell majd pontokat szerezni, és ezek alapján, a pontok alapján kell majd benne lenni, ha jól emlékszem, a első 12 vagy 14 hely között, mivel az olimpiát is meg fogják változtatni. Tehát, hogy csak átcsoportok lesznek, és hogy ott kell beférni bizonyos, tehát a 12 vagy 14 helyben, erre nem emlékszem pontosan, és ugye ez a pontok alapján, és hogy melyik ország melyik versenyzőjét indítja el, mert ha jól emlékszem, akkor annyit vázoltak még föl, talán 4 férfi és 4 női induló lehet majd országonként. Na tessék. Tényleg ez, hogy a olimpián nincsen már B, ez mit jelent? Átírja majd a súlyemelés, vagy nem írja át? Ez... Hát B csoportnak eddig se volt nagyon jelentősége, ugye hát mi mindig ott voltunk végeredményben az A csoportban, tehát mi az olimpián soha nem voltunk B csoportosok. Én nem is emlékszek rá, hogy magyar versenyző olimpián B csoportos lett volna, hiszen ugye minden olimpiára adtunk versenyzőt idáig, abba a szövetségekbe tartozunk, kevés ilyen szövetség van, aki minden olimpián részt vett, és az első 10 kívül még soha nem volt a magyar súlyemelés, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ezt tartani fogjuk, akkor azzal mindenki meg lesz elégedve. Tehát aki megy, az ott van az első 10-ben. Így van, és szerintem egy kicsit a rendszer, ha kijut, könnyebb lesz, mert ugye egy ország maximum 4 súlycsoportba indít 6 versenyzőt összesen, tehát férfinél, nőinél, és ami még rettenetesen fontos, hogy egy súlycsoporton belül csak egy versenyzőt indíthat. Mert most is a világbajnokságon is például, ugye, tehát itt a olimpiai éremről beszélünk, világbajnokságon is volt, úgyhogy amit Irán elindított 2 versenyzőt is. Hát azok ugye olyan jók, hogy azok ott vannak az első 6-ba, és akkor hát azok biztos, hogy megelőzik. Idáig így volt az olimpia, hogy lehetett 2 indítani, most már nem lehet. Na, hát akkor nekünk ez jó? Növekednek az esélyek, ha kijutnak. Hát ezek mindenféleképpen ugye pár verseny után, tehát amikor elindul ez a rendszer, és elindulunk az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, és látni fogjuk, hogy hogy alakulnak ezek a pontok, amiket össze kell szedni, tehát azok után lehet ez erre reális képet festeni, hogy sikerülhet, vagy... Értem. Elnök úr, véget ér 2017. Hogy zártad? Hogy érzed belül? Jó volt ez az év? Lehetett volna jobb is? Vagy túl jó sikerült? Én úgy érzem, hogy a hibákat nem szabad elhallgatni, nem szabad nagyon dicsekedni, de szerintem ez az év ez jól sikerült, már csak azért is, mert az edzők sok mindent megértettek, elkezdtek dolgozni. Erre példa a rengeteg kiemelkedő utánpótlás eredmény,
bevezettünk olyan újdonságokat, amik eddig nem voltak, hiszen a legkorszerűbb technikát alkalmazzuk, ugye pár szóval beszéltünk már erről az edzéseknél. Egyetemi tanárok, szakértők ellenőrzik a versenyzőket. Nyugodtan mondhatom, hogy űrtechnikát használunk, hiszen a versenyzőink a debreceni központban, ahol gyakorlatilag űrtechnikai szinten ellenőriznek, már ott voltak. És azt is támogatásként kapta a Magyar Súlyemelő Szövetség, 50 fő részt vehetett egy ilyen ellenőrzésen, pontosan mindent ki tudtak mutatni, és ez tényleg mindenkinél személyre szólóan bejött. Ennek alapján én azt mondom, hogy a Súlyemelő Szövetség jó évet zárt, egy csomó megvalósult beruházás van, tehát a klubok sokkal jobban szerepelnek, sokkal jobb az ellátottságuk, rengeteg súlyzókészletet szét tudtunk osztani, ugye hát éppen beszéltünk itt a Krisztivel, hogy megérkezett a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Jézuskája is hozzánk, ugye 10 csankunk készletet kapunk, 5 férfit, 5 nőit, így karácsonyra, hát szerintem ez is jó lesz. 330 négyzetméteres súlyemelő csarnokot kaptunk például az új szombathelyi sportközpontba. Hát fantasztikus, gyönyörű. Mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, teljesen föl van szerelve, egy csoda. Legyen is a sok gyerek. Van. Ott nagyon jó képzés folyik, nagyon jó a szervezőbizottság, hiszen ottan ugye a Márkus Erzsi, aki vezetőedző, egy olimpiai ezüstérmes, és ő a lelkét kiteszi azért a csapatért. Melyik eredményre vagy a legbüszkébb ebben az évben? Lehet utánpótláskor is. Nem tudok kiemelni, mert én rettenetesen büszke vagyok a Krisztinek az eredményeire, de azért nem szabad elhallgatni, hogy a Boros Viki esélyes az ifjúsági olimpiára, és akkor szerintem a szintén nagyon nagy csúcs a Terebesi Adrián, ugye, aki az ifjúsági Európa-bajnokságon sokszor elmondtam, ugye, akkora fölénnyel nyert, hogy az egyszerűen hihetetlen. Ötből várjuk a felnőttek közé, majd, és ott majd. Nagyon készül. Ő olimpiai bajnok akar lenni. Ő elmondta, hogy hát ő arra készül. Meg is tesz érte mindent. Meg az edzője is. Válogatottnál most csend van, vagy mikor kezdődik a központi edzés felkészülés? Szerintem most a világbajnokság után kapnak a Krisztiék egy kis szünetet, de csak nagyon-nagyon kicsit, és az alatt is szinten kell magukat tartani, mert hogyha valaki úgymond leáll, akkor egy-két hétre, és akkor az 2 hónap, amíg azt visszaszedi. Én azt hiszem, hogy ők nem fognak leállni, persze hát a megfelelő edzésrendszert az ki fogják dolgozni a közvetlen edzőikkel. És 2018-ban akkor az EB, vagy lesz előtte valami válogató? Hogy néz ki a versenynaptár éveleje? Hát aki teljesít, az utazhat. Ma már ez semmiféle gondot nem okozhat nálunk. Aki ott van, úgymond a top 10 környékén, az nyugodtan menjen, próbálja meg, hát ha bejut a 6-ba, úgyhogy lehetőségeink azok, azt lehet mondani, most már teljes mértékben adottak, nem kell takarékoskodni, nem kell spórolni. Persze ez nem azt jelenti, ugye, hogy hát boldog-boldogtalan mehet. Nem. Nagyon komoly követelmények vannak. Hát a VB-re is csak ugye 2 embert engedtél ki. Hát nem én, ugye az elnökség döntött így, de én úgy gondolom, hogy az így teljesen reális volt, mert azok az emberek utazzanak többfelé, akik teljesítenek. A Krisztiékkel is úgy volt, hogy a VB után már elmennek Katarba, de közben itten a karácsonyi ünnepek miatt ezt az időpontot megváltoztatták, ott is lett volna már egy ilyen Grand Prix verseny, és úgy gondoltuk, hogy inkább azt finanszírozzuk. Zárásként, Kriszta, mikor lesz a következő versenyed? A következő versenyt azt még pontosan nem tudom, de lesz a Bacakó Péter emlékverseny, gondolom a Szavária Kupa, ezek a úgymond a kiemelt versenyek általában. Azon meg ott lesz. Én úgy tervezem, igen. Úgyhogy ezek lesznek a lépések az Európa-bajnokságig. Úgyhogy oda megpróbálok mindent összerakni, hogy a teljesítményem a lehető legjobb legyen. Nem fogok sokat pihenni, hogy ne zuhanjon vissza ez az eredmény, amiért eddig dolgoztam.
De mindenféleképpen azokra most már inkább a pontosításra figyelni, azokra a technikai hibák javítására, amiket elmintik is említettem, hogy összejöhessen ismét egy nagyon jó eredmény az Európa-bajnokságon. Akkor hajrá, figyelni fogjuk. Most már ugye van két nagyon erős embered, Nagy Péter és magát, Krisztina. Köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönöm. Köszönjük. További sportosat.